államadóság termelő fideszes oligarchák, szól a sajtótájékoztató címe, és valóban, hiszen a fideszes oligarchák 100 milliárd számra viszik haza az adófizetők pénzét és az állami földeket, miközben az államadóság egyre csak növekszik. Bár a Fidesz kormány még a választási kampány előtt, illetve után mást ígért, az államadóságot nem sikerült csökkenteni jelentős mértékben, sőt, az Államadóság Kezelő Központ legfrissebb jelentése szerint májusban 438 milliárd forinttal 21.181 milliárd forintra nőtt a központi költségvetés adóssága, amely nem tartalmazza az önkormányzati adósságot. Eközben a közgép az elmúlt bő két évben mintegy 400 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert el, 3 milliárd profitra tett szert, és a közbeszerzési piac ötödét uralja, ráadásul 34 milliárd forint kölcsönt kapott az MFB-től, a Magyar Fejlesztési Banktól. Nézzük csak, 438 milliárd forint az államadóság növekedése, miközben 434 milliárd forintos közbeszerzés, illetve állami hitelhez jut a közgép. Cégek ezrei zárnak be. Májusban minden eddiginél több, összesen 2203 céggel szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon, de az első 5 hónapban a felszámolási és végelszámolások 10.000, illetve 16.000-es száma is megdöbbentő. Csak emlékeztetőül, az Opten céginformációs szolgáltató hétfőn közzétett adatai alapján 2007-ben összesen sem indult annyi céggel szemben felszámolási eljárás, mint egyébként most az első 5 hónapban. Azt látjuk tehát, hogy a fideszes oligarchák jól keresnek az államadóság növekedéséből, a fideszes oligarchák a központi költségvetés adósságának növekedését szinte egy az egybe hazavihetik, de természetesen nem lehet egyenlőségjelet rakni, hiszen tudjuk jól, hogy nem azért vesz fel hitelt, nem azért veri adósságba magát az állam, hogy a fideszes oligarcháknak ezt kifizesse, de akkor honnan fizeti az ő pénzüket? Hát egyrészt az ostorozott Európai Uniótól, másrészt pedig azokból az adókból, amiket az emberekre kivetnek. Ha megnézzük, a 434 milliárd forintos közgép közpénzt, akkor ennek ellentétje az a közgép adó, amelyet az emberekre kivetnek, a magyar adófizető polgárok fejenként 111 ezer forintot fizetnek közgép adóként évente. A magyar adófizető polgárok közgép adó mértéke tehát 111 ezer forint eddig. Ezt az Orbán kormány az emberekre hárítja, holott lenne jobb megoldás is. Az MSZP éppen ezért már a múlt héten egy olyan csomagot nyújtott be, törvénymódosítási csomagot nyújtott be Mesterházy Attila vezetésével, amelynek eredményeképpen 331 milliárd forintot munkahelyteremtésre szeretnénk fordítani, hogy az embereknek munkája biztos megélhetése legyen. Ennek forrását pedig az olyan presztízs beruházásoknak a leállításában látjuk többek között, mint amelyeket például a közgép végez, főtérfelújítások, vagy éppen a más cégek által kivitelezésre kerülő Kossuth-téri felújítás, vagy a tervezett stadion beruházások, amely csak önmagában majdnem 100 milliárd forintos tétel lenne a költségvetésben. Mi azt mondjuk, hogy ezeket a presztízs beruházásokat, vagy a fideszes oligarcháknak juttatandó pénzeket inkább munkahelyteremtésre fordítsa az állam, a kormány. Éppen ezért Mesterházy Attila és képviselőtársai benyújtották ezt a törvénymódosító csomagot. Sokkal jobb helyen lenne az adófizetők pénze a munkahelyteremtés szolgálva az embereknél, mintsem a közgép adó befizetése révén a fideszes oligarcháknál.